Harangszóval kezdődött a megemlékezés a Zentajúdi temetőben Szabadkán. Az eseményen a történelmi egyházak képviselői celebrálták az ökumenikus istentiszteletet, ezt megelőzően a jelenlevők verseket hallhattak. Mint virág a napfény. A hányatatott sorsú emlékműnél számos fejlesztést valósítottak meg az elmúlt időszakban, most újabbak következnek majd. A kegyeleti bizottság folyamatosan azon dolgozik, hogy újabb neveket tárjanak fel, és biztosítsák a lehetőséget arra, hogy a hozzátartozók méltóképpen tudjanak emlékezni. Muszáj lesz az emlékfalat is meghosszabbítani, és táblákat felszerelni. Továbbá Szeretnénk azt, hogy a lépcsőlejáratot megjavítsák, és szeretnénk azt is, hogy legyen egy mozgássérült lejárási lehetőség is. Az emlékmű mellett található márványtáblákon 852 áldozat neve szerepel. A táblák elkészítése óta azonban újabb 156 áldozat maradványait találták meg, és a várakozások szerint már jövőre 6 táblával bővül az emlékhely. emelteki egy Tivadar Szabadka város képviselőtestületének elnöke. A város által kinevezett kegyeleti bizottság most ezen tevékenykedik a várossal együtt, hogy reményem szerint már jövőre ez a hat-tábla itt álljon, és hogy ezekről az emberekről is meg tudjanak emlékezni a hozzátartozóik. A Magyar-Szerb történész vegyes bizottság befejezte a munkáját, és várhatóan egy belgrádi konferencián mutatják be az eddigi feltárás eredményeit, jelentette ki Pásztor István. A VMS elnöke hozzátette, ami ebben a pillanatban feltárható volt, a levéltári anyagokra támaszkodva és a visszaemlékező kijelentéseit figyelembevéve azt rendszerezték. De egy több mint 70 évvel ezelőtti nagy térségben nagyszámú embert érintő folyamatnak a teljes körű feltárása biztosan nem történt meg. Ezt az egész folyamatot, a közös történelmünknek ezt a nagyon-nagyon fájdalmas időszakát, a 40-es évek elejét, közepét, ezt kezeltük. Nem tudjuk, és senki nem tudja meg nem történté tenni. Viszont az, ami jelentős előrehaladás, áttörés jellegű eredmény, az az, hogy erről nyugodtan lehet beszélni, és nem csak a magyarok beszélnek önkörben, illetve a szerbek önkörben, hanem egymással is végig tudjuk ezt a dolgot beszélni, egymással beszéljük ezeket a dolgokat végig. A vergődő madárnál végül a politikai szervezetek, intézmények, civil szervezetek képviselői koszorúkat helyeztek el, és a gyújtottak az ártatlanul kivégzettek emlékére.